Záporoznak a pofonok a paksi edzőteremben, folyik a kemény munka, melynek most meg is lett a gyümölcse. Bajnokot ünnepelnek az atomvárosban. A pandémia miatt egy éve nem rendeztek már ökölvívó versenyt. Az idei első országos megmérettetést Egerben tartották. Az utánpótlás magyar kupán, mely egyben országos diákolimpia is, 68 egyesület 240 versenyzője vett részt. Jól szerepeltek a paksiak, 4 versenyzőjük közül 3-an is érmesek lettek. Nyári Dávid 37 kilóba bajnok lett, 3-an voltak a súlyba, és a döntőbe került volna sorra egy sráccal, akivel előző meccsén boxolt egy hónapja, Dávid nagyon megverte, és így hogy a srác nem mert kiállni ellene, hogy újra, és akkor így lett bajnok, ő bajnok lett. 43 kg-ban Szili Donát ezüstérmet szerzett, míg a junior korú Mészáros Mário Luciano 57 kg-ban igen erős mezőnyben bronzérmes lett. Fejil Ádám, aki közel 60 éve dolgozik, az egykor aranykorszakot is megélt paksi ökölvívásért, látja az újabb reménységeket bennük. Már kicsi korba kezdték el ezt, és hát bízok benne, hogy túlszárnyalnak minket, legalábbis engemet. És nagyon örülnék, ha olyan gyerekek jönnének ki most a kezünk közül, mint hát régen, ugye, egy Erős Lajos. Az olimpiai ezüstérmes Erős Lajos példaképként áll a fiatal paksi ökölvívók előtt. Nyári Dávidra és Szili Donátra felfigyelt a szövetség, ők meghívást kaptak a serdülő magyar válogatottba.